Sziasztok, én Zámbó Adrián vagyok, és mostában rengeteg kérdést kapok azzal kapcsolatban, hogy most akkor édesapámról egy film, esetleg egy sorozat fog készülni? Az RTL Klub csinálja egyáltalán? Na most, hogyha tömören és röviden szeretnék erre válaszolni, akkor azt mondom, hogy igen. Olyannyira, hogy az első rész az újonnan induló streaming szolgáltatáson már fent is van, és bárki számára elérhető. Azonban erről, illetve az első rész tartalmáról egy másik videóban szeretnék majd beszélni. Most az előzményekről fogok beszélni, méghozzá arról, hogy mégis milyen munkálatok szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen komoly projekt elkészülhessen. Hogy honnan is indult ez az egész? Az RTL Klub egy legendának az eseménydús életéről szeretett volna egy sorozatot készíteni, ugye így jött szóba apu, akiről minden elmondható, csak azt nem, hogy unalmas lett volna az élete. Nagyon örültünk annak, hogy még mindig ennyien kíváncsiak rá, ez valamilyen szinten megtiszteltetés volt. Az egész azzal kezdődött, hogy édesanyámat felkereste az RTL Klub, valamint Jós István, aki ennek az egész produkciónak a zenei menedzsmentje. Az ő szava számunkra sokat jelent, mert apunak egy nagyon jó barátja volt. De ennek ellenére azért mégis volt bennünk egy félsz ezzel kapcsolatban, ugyanis a médiával elég kettős a viszonyunk. Valamilyen szinten jó, de sok szempontból rossz. Ezért is nem volt annyira egyszerű ez az egész. Rengeteg megbeszélés, rengeteg találkozás, és hát rengeteg gondolkodás előzte meg ezt az egészet. Leültünk, megbeszéltük, az egész család leült, és végül is arra jutottunk, hogy miért nem próbálnánk meg. Ez egy tök jó lehetőség. És nem is csalódtunk, de erről majd később. Az első nagyobb lépés ezzel kapcsolatban az volt, amikor meghívtak minket az RTL Klub székházába, engem, édesanyámat, Krisztiánt és Sebastiánt, hogy üljünk le a vezetőséggel, és beszéljük meg, hogy a jövőben mire számíthatunk elmondták az ő hozzáállásukat is, és elmondtuk a mi hozzáállásunkat is, és a kettőt vegyítve végül is megszületett az eredmény. Ezután következtek a úgynevezett tiszteletkörök, ahol megismerhettük a főrendezőt, Kovács Danit, Herman Piert a kreatív producert, illetve Bodzsár Istvánt a producert. Ahhoz, hogy egy forgatókönyv minél autentikusabb és életszerűbb legyen, rengeteg kutatás szükséges. Ezt a munkát Csenge csinálta meg, akinek ezúton is köszönettel tartozunk, mert árad belőle a profizmus, és egyébként meg egy nagyon aranyos személyiség. Heti több alkalommal is ellátogatott hozzánk, anyu pedig odatta neki az összes akkori archív felvételt, nyomtatványokat, kiadványokat, mindent, amit el lehet képzelni, hogy ezzel elősegítsük a forgatókönyv megírását. Az elkészült forgatókönyv prototípusát mind a megkapta, ami egy kemény kötéses, igazi könyvszerű forgatókönyv volt, több száz oldallal. Közben pedig egymással egyeztetve nüansznyi kis javításokat indítványoztunk az RTL Klub fele, amit egyébként készséggel meg is tettek. Úgyhogy ezúton köszönjük. Furcsa és ugyanakkor szokatlan, bár megtisztelő élmény volt ez az, az egész, mert egy olyan forgatókönyvet olvasni, amiben te is benne voltál, amit te is átéltél, hát egy elég kényelmetlen és lelkileg elég megterhelő érzés. Viszont ugyanakkor tudtuk, hogy mivel ezt már elvállaltuk, innen már nincs visszaút. Úgyhogy reménykedtünk, és hát, ahogy mondtam már előzőleg is, nem csalódtunk. Egyébként a forgatókönyvnek a legalább egy példányát meg akartuk volna tartani, de feltételezem, hogy a titoktartás miatt erre nem volt lehetőségünk, de én azért reménykedem, hogy egyszer emléknek majd megtarthatjuk, illetve megkaphatjuk az egyiket. Rengeteg találgatás volt a részünkről azzal kapcsolatban, hogy ki fogja a főszereplőt, vagyis aput játszani. Most már tudjuk, hogy Nagy Ervin fogja alakítani, aminek egyébként nagyon örültünk, mert rendkívül elismerjük a munkásságát. Többek között Sel Judit anyut fogja alakítani, Olasz Renátó apu fiatal korényét, valamint Staub Viktória fogja anyu fiatal játszani. Én személy szerint a bemutató előtt csak Nagy Ervinnel találkoztam, de anyu az akkori, és a fiatalkori énjével is találkozott, egy egész napot töltöttek együtt, és anyu egyébként azt mondta, hogy tök jól érezte magát. Gondolom kíváncsiak voltak az ő stílusára, hogy minél jobban bele tudják magukat élni a szerepbe. Amikor az egyeztetési fázisban voltunk, már akkor felmerült az a kérdés, hogy mi lenne, ha bizonyos forgatási napokat itt töltenének a családi házban. Egy picit furcsáltuk a kérést, mert Igazából a mi életünk is felfordult volna ezzel. Nyilván nem maradhatunk itt akkor, amikor forgatnak, el kellett mennünk. De végül is úgy voltunk vele, hogy igazából nekünk is az a célunk, hogy minél autentikusabb, minél életszerűbb legyen ez az egész. Úgyhogy meghoztuk ezt az áldozatot, és beköltöztek. Nos, több mint húsz év elteltével azért már nem ugyanúgy néz ki a ház, mint ahogy kinézett akkor, úgyhogy mindent át kellett rendezni, természetesen a megfelelő csapattal, ezt pikpak megcsinálták. Mi nem tartózkodhattunk itt, úgyhogy nekünk el kellett költözni innen. Anyu csepelem maradt, de én a sétányba költöztem, ami hát elég szokatlan volt, de végül is megbirkóztam ezzel, és szerintem egy jó ügy érdekébe tettem. Megmondom az őszintét, hogy én majdnem minden nap igyekeztem hazajönni a forgatásokra, ugyanis rendkívül kíváncsi voltam arra, hogy mégis hogy épül fel egy ilyen produkció. Hát érdekes dolgokat láttam. Mind a mellett, hogy egyébként a stáb nagyon profi, lezárták tényleg a fél utcát, és minden, amit el tudtuk képzelni, minden volt, mindenfajta világítás, a legkorszerűbb kamerák, felszerelések, de ugyanakkor egy megrázó élmény volt, mert láthattam olyan jeleneteket, amiket nem biztos, hogy akkor, abban a pillanatban akartam volna. De minden esetre ez tök jól jött ki, mert legalább tudtam azt, hogy mire számíthatok a jövőben. Már akkor megrázó volt látni aput, ugye, akit Nagy Ervén játszott, illetve a fiatalkori bátyámat, Sebastiánt. Nagyon furcsa élmény volt, de Nagy Ervénre most kitérnék, mert az egyik forgatási napon, amikor délután volt, én ide jöttem, és láttam, hogy egyedül fáradtan ül a kapu előtt, egy műanyag széken, de apunak beöltözve. Vettem a bátorságot, oda mentem hozzá, hogy beszélgethessünk, mert én akkor beszéltem vele először. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyat tapasztaltam, amit még azelőtt soha. Végig szerebben maradt, még úgy is, hogy Nagy Ervinnel beszélgettem, nem pedig Zámbó Jimmyvel. Ez egy nagyon-nagyon furcsa, ugyanakkor egy nagyon jó érzés volt furcsa volt, hogy ahogy beszélgettem vele, a gesztusai, igazából mindenből apu köszönt vissza rám. És ez egy tök jó élmény volt egyébként, hogyha most így őszinte akarok magammal lenni. Próbáltam neki tanácsokat adni, próbáltam elmondani azt, hogy milyen volt igazán apu, próbáltam elmondani azt, hogy szerintem mi az, amit a szerepébe bele kéne csempésznie, és minden esetre megdicsértem, hogy még a velem való kommunikáció közben is tudja hozni a karaktert. A forgatási időpontok változóak voltak. Néha nagyon elhúzódott, néha pedig pont akkor végeztek, amikor mondták. Ugye hát azért tudni kell, hogy a nagyobb produkcióknál benne van az esélye a hibázásnak, sajnos itt is előfordult, de én azt gondolom, hogy professzionális módon sikerült megoldani a stámnak minden eshetőséget. Emlékszem, volt egy olyan forgatási nap, ami után Hátra mehettem, és megmutatták az úgymond még nyers anyagot, legalábbis egy-két jelenetet, és már akkor teljesen el voltam képedve, hogy Gyerekek, ez Netflix színvonal, úgyhogy ö, nagyon büszke vagyok. Ugye korábban már említettem, hogy akunak az öltönyeit is adattuk, és nagyon érdekes módon Ervinre pont jó lett az összes. Ő úgy nyilatkozta, hogy olyan volt, mintha ráöntötték volna ezeket az öltönyöket, ami valljuk be azért egy kicsit hátborzongató, de jó érzés. A sorozat első részének a hivatalos vetítése a Mom Parkban, vagyis a Mom moziban egy díszvetítés keretein belül került megrendezésre, ám ezt megelőzte egy privát vetítés, ahol anyu és Krisztián volt jelen. Én sajnos nem tudtam elmenni a munkám miatt, viszont aznap este beszéltem a Danival, ugye, aki a főrendező, és meghívott erre az eseményre. Na most a túlzott média jelenlét miatt anyu nem akart eljönni, viszont én kötelességemnek éreztem, mind hogy nagyon kíváncsi voltam. Úgyhogy én, Krisztián és Zsuzsi elmentünk erre a rendezvényre, és valami borzasztó jó volt. Ahogy beléptünk a terembe, rendkívül nagy szeretet fogadott minket, és az összes média orgánum, ami szerintem csak létezik. Egy kicsit fotózkodtunk, összességében jól éreztük magunkat. Az egész vetítés egy beszéddel kezdődött, amit Kolosi Péter programigazgató és Herman Pierre kreatív producer tartott, amiben megköszönte mindenkinek a munkáját, és elmondta azt, hogy milyen előkészületek és mekkora munka kellett ahhoz, hogy ez az egész most elkészülhessen. Most érünk rá egy kicsit arra, hogy mégis az első rész után milyen érzések, érzelmek kavarogtak bennünk. Maradjunk abban, hogy kb. 5-10 percig nem tudtunk felállni a székből, és ez azért volt, mert annyi érzés és gondolat kavargott bennünk akkor abban a pillanatban, amivel nem tudtunk mit kezdeni. Én egy külső szemlélőként próbáltam ezt az egészet megközelíteni, nagyon nehéz volt, nem is igazán sikerült. Furcsa volt azt látni, ahogy az édesapám és az édesanyám fiatalkorukban egymásra találnak, szerelmesek lesznek, és a sorozatnak különböző jelenetei is nagyon megrázóak voltak számomra. Ugyanakkor egy büszkeség töltött el, mert meg kell hagyni, hogy ez, amit az RTL Klub betett az asztalra, ez világszínvonal, Netflix színvonal. A sorozat első részének az utóhatásáról szeretnék beszélni, amivel kapcsolatban nekünk egy kicsit olyan félve álltunk ez az egészhez, maradjunk annyiban, nem tudtuk, hogy, hogy mégis a közönség hogy fogja ezt fogadni, de szerencsére nagyon pozitívak a visszajelzések, ami ugyanakkor meglepő, de egyébként meg tök jó dolog. Viszont ami nagyon fontos, és ezt szeretném leszögezni, hogy ez valamilyen szinten, mint minden önéletrajzi film vagy sorozat, fikciós. Ami azt jelenti, hogy nem mindig, nem minden egyes részlet egyezik meg a valósággal, vagyis azzal, ami akkor és abban a pillanatban történt. Ezért is a sorozat elején fel van tüntetve, hogy igazságok és hazugságok. Ezt legyetek szívesek, és tartsátok szem előtt, mert ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon sok kérdés merült fel azzal kapcsolatban is, hogy most ezt igazából miért nem magára az RTL Klub csatornájára készítették ezt a sorozatot. Most azért, mert mivel ez egy új dolog, egy új streaming szolgáltató, ezért ezt a profizmust ebbe szerették volna beleölni, amit egyébként én százszerzalékosan megértek. Minden esetre 27-én az RTL Klubban az első részt megnézhetitek majd. Ezúton szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmeteket, valamint Haluska Gergely barátomnak, aki nélkül ez a videó valószínűleg nem jöhetett volna létre. Mindenkinek kellemes sorozatnézést kívánok. Sziasztok!